A gyerekek hol apát, hol önmagukat vélik felfedezni a homoktövis bölcsi új kerítésre festett vicces arcaiban. A színes figurákat a Mosolyfestő Alapítvány varázsolta a kerítésekre. Egy jó ötlet, némi festék, no és persze kreatív fiatalok. Ennyi a recept, és már is színes kis arcok díszítik a homoktövis bölcsi új kerítését. Hasonló mintákat találtunk az interneten Kocsis Ildikó intézmény vezetővel, és utána ez a cél mozgatta ezt az egész történetet, hogy ezt megvalósítsuk. Aztán azon gondolkodtunk, hogy mégis hogyan kerülhetne erre sor, így kerültek a képbe a Mosolyfestők Alapítványnak a festői, akiknek a munkáit ismertük már az előző munkáikból, hiszen más bölcsödének is dolgoztak a külső díszítésén. Az volt a célunk igazából, hogy minél szebb környezetet teremtsünk a gyerekeknek, minél inkább szívesen jöjjenek ide ők is, és a szülők is szívesen hozzák őket. Nagyon örülünk neki, hogy ez így sikerült, és az önkormányzat, valamint a Városgondnokság és a Gazdasági Intézmény pedig igen nagy segítséget nyújtott nekünk a festékek beszerzésében, illetve ennek a gyors beszerzésében, és ezt ezúton is szeretnénk nekik megköszönni. Nagyon jó látni azt, hogy a gyerekek, ahogy jönnek reggel, mindig megnézik, hogy megvannak-e ugyanazok a figurák, amik előző este ott voltak, illetve hát oviba elment gyermekeink is jönnek vissza, és beszélgetnek arról, hogy melyik kire hasonlított, önmagukhoz hasonló figurákat keresnek, és azok ők. Úgyhogy igazán örülünk neki, hogy a gyerekek környezetét sikerült így még szebbé tenni, még inspirálóbbá, és egy olyan helyet hoztunk létre, ahol igazán jó lenni, jó élni, és jó dolgozni. A nem szokványos vidám kerítéssel a szülők is elégedettek, a gyerekek pedig a legtöbb arcnak már nevet is adtak. Az én kislányomnak a szemüvegesek a kedvenceim, mert apa szemüveges, és amelyik szemüveges, az mind apa.